Jó estő, mindenkinek a közoktatással kapcsolatos jó fél éves tiltakozások és a hosszú ideje tartó viták a szünnek meg a nyári iskolai szünet alatt, még akkor sem, ha a kormány rohamtempóban módosítja a kifogásolt előírások egy részét, és ugyancsak rohamtempóban kisajátítja az iskolák fenntartását és működtetését. Mondhatnám, kiteljesíti az államilag központosított közoktatási rendszert. Gondoltuk, megkérdezünk egy szaktekintét, aki közvetlenül nem vett részt az elmúlt fél év vitáiban, de sokat tud a gyerekekről, és nagyon sok éve ismeri és elemzi a magyar közoktatást. Vekerdi Tamás, jó estét Jó estét! Ha valamiért ön válasz... Hogy az elmúlt száz évben visszanézve mondjuk 1916-tól kezdve, mikor járna legszívesebben iskolába, mikor járna legszívesebben iskolába. 1900-ban még 16 évvel Tényleg, előbb, miért? Mert uh, tulajdonképpen az első világháborúig, ez a boldog ötvösi iskola, vagy a boldog osztrák-magyar monarchia, jó, az se volt boldog, ott is rengeteg baj volt, de mégis sokkal többet tudtak a gyerekekről, a gyerekek testéről, lelkéről, és azt se felejtsük el, hogy Magyarországon a 20. század elején Nagy László nevéhez köthetően egy erős gyermek tanulmányozási mozgalom indult. Amit ismerd meg, hogy jobban szerethesd. Európában, Magyarországon kapott a gyermektanulmányozás pedológia a legtöbb állami pénzt Európán belül. De talán, amit mond, az azt jelenteni, hogy 2016-ban kevesebbet tudunk a gyerekek testéről és lelkéről, mint 1900-ban? Sokkal többet tud róla a tudomány. Például arról, hogy a kamasz teljesítménye hanyatlik, hogy a kamasz fiziológiás lustaságban szenved de sokkal kevesebbet alkalmazzuk ezt a tudásunkat. Régen ösztönösen és tapasztalatból tudták, hogy 14-15 évesen nem szabad megterhelni túlzottan a gyerekeket, mert ez a kamaszkor kulminációs pontja. Ez egy ösztönös tudás volt, egy tapasztalati tudás. Azóta volt 168 endokrinológiai, neurobiológiai, neurofiziológiai vizsgálat, az, amelyik elmondta azt, hogy ez mennyire így van. Mi pedig csin csináltunk egy olyan iskola azt elfelejtettük, ezt nem tanultuk meg, hetedik, nyolcadikba hoz kisfiam a maximumot, mert ezen múlik a tovább tanulásod. Sőt, az élete most már időnként az azt élete, neki, nem? igen, ami pokoli egyébként. És ezt meg kéne változtatni? Abszolút, tehát nyilvánvalóan az egész világ tudja, minél tovább kell tanulni. Olyan vizsgálat is volt, hogyha valaki két évfolyamot elvégez egy egyetemből, tehát még a B-át sem fejezi be, ez akkor is sokkal jobb neki is, és a társadalomnak is. Tehát ez, amit mi most itt kitaláltunk, hogy nem kell olyan sokat tanulni, ez szembe megy mindennel, amint ma a világban van, és lesz. Bocsása meg már, hogy nem kell olyan hosszú ideig tanulni, Úgy Mi ugye van. arra gondol, mert Így azt mondja, hogy 7 8 nagyon sokat kell tanulni. Úgy van, ami mind a feledésbe megy egyébként, ugye ezt hallhatjuk mindig, hogy nézd a 85 éves bácsit, milyen sokat tud a gimnázium anyagból, te tavaly előtt érettségiztél és nem tudsz semmit, Persze, mert ő sokkal kevesebbet tanult, kevés, jól struktúrált információ orientál. Sok óhatatlanul struktúrálatlan információ tömeg dezorientál. A világ unalmas, a világ érdektelen, az ember érdektelen, ezt a benyomást kelti egy ilyen talaj. Ebben, a, ebben a, közoktatási vitában, tiltakozási ülemmel, stb. bármelyik oldalról bárki megkereste, önt megkérdezték a véleményét? Nem, nem kérdeztek, mert én gondolom talán olvasgatták, mert nemrég jelent meg az előtt narancsban, itt-ott egy-egy hosszabb interjú. A véleményemet nem kérdezték, és ennek nagyon örültem, mert miért kell annyi vélemény, amikor ők olyan remekül tudják, a miskolciak zseniálisan megmondták, hogy mi a probléma. Mármint a Herman levelére gondol, így talán. Van. Igen? utána megmondták, Budapesten is újabb és újabb pontok születek, csak egyet érteni lehet mindezzel. Van-e a kormányzat, vagy a kormány tevékenységével, az oktatással kapcsolatban bármi, amit ön jónak vagy szerencsésnek tart? Még itt korrigálnom kell magamat, mert az államtitkár úrtól kaptam egy meghívó levelet a kerekasztalra, ha jól tudom, utólag gondolom így, mert aztán hallottam, aznap volt a kerekasztal. ami Igen, ja, én... az állami köznevelési kerekasztalról van, beszélünk. amire én egy Palkovics, udvarjas, Palkovics, Palkovics államtitkár, úrtól, én egy udvarjas levélben válaszoltam, hogy aznap én nem vagyok Budapesten, de nagyon szívesen jövök. Felsoroltam sok napot, egész napokat is, de erre már nem kaptam. arra ugye ez nem egy állandó meghívó volt? Ez nem ez egy Csak bizonyos, bizonyos kenti napon, ha jól emlékszem, 11 órára voltam hivatalos, és mondom én erre válaszoltam, de aztán már újabb hívást nem kaptam. Jó, akkor ott tartottunk, hogy van-e bármi, amit a kormányzat vagy a kormány javára tud írni, mind abból, ami zajlik a közoktatás körül. Hát a javára azt tudom írni, hogy szóba állt, ha bár suta módon és nem jól, ez, az egész probléma körrel. Ez, szóba állást javára írom, ami azután történt, azt nem az a felcsúti kisvasútra emlékeztet, ha nem akartok kisvasutat, akkor nem csak X-ig fog menni, hanem 5 kilométerrel tovább Z-ig, vagy nem tudom pontosan, hogy is volt ez a híres mondat, itt is ez történt, nem tetszik nektek a klik, de akkor kaptok 57 kis klikket, ami semmivel nem lesz jobb egyébként, tehát és nem tetszik nektek az állami iskoláztatás? akkor semmi nem marad az önkormányzatoknál, akkor minden állami lesz. Tehát egy kicsit fordítva történtek a dolgok. Talán nem képzelhető volna. el, hogy egy adott esetben egy klik, mondjuk amelyiknek a székhelye Debrecen, most mondtam valamit, az többet tud, vagy többet lát a debreceni iskolák életében, de mint budapest iklik? Ez feltétlenül, de tehát ezt javára írom, hogy legalább próbált valamit lebontani, de ez így, ez a dolog nem tud működni, hiába próbálgatják. Tehát most egyet ugrom, és azt mondom, egy iskola vagy gyerek központú, ami azt jelenti, hogy milyen is a gyerek testi-lelki értelemben, mit kell hozzá közvetíteni, mikor és hogyan, melyek a releváns szükségletei, vagy tanterv központú. Uh -huh. Keresztül préselem a gyerek anyagon, mint mondani szokták, a tananyagot, mert én az állam azt akarom. De mondjuk nyíltan meg, hogy a demokráciák arra törekszenek, és sokszor sikerrel hogy gyerekközpontú iskolákat hozzanak létre. A diktatúrák mindig tanterv központú iskolában gondolkoznak. Nagyjából minden szakértő, meg minden kormány azt szokta mondani, hogy a közoktatásnak az egyik célja, hogy a társadalmi, otthoni és egyéb különbségeket a gyerekek között valamilyen formában csökkentse. Ez a kormány még azt is mondja, hogy azért kell egységesíteni a rendszert, és azért legyenek egyformák a tankönyvek, hogy mindenki ugyanazt tanulja? Ez jól hangzik, de nem igaz. A helyzet az, hogy boldog a bészaki vagy nyugati államokban az iskolázás minden évével csökken a gyerekek magukkal hozott társadalmi különbsége. Magyarországon az iskolázás minden évével nő. Tegye meg, hogy ezt megpróbálják, hogy ez miért van így? Miért van ez így? Ha Ez azért van, mert nem szabják a változó gyerekekhez. A modern pedagógia egyik alapszava a differenciálás. az egyik gyerek remekül farag, a másik jó matematikából. Nem kell egyformának lenniük. Aki remekül farag, annak nem kell jónak lennie matematikából. Mi azonban egy egyetlen, egysíkú rendszer tudunk csak elképzelni. Például azt mondjuk, minden gyerek első végére ír, olvas. Mire a rémült iskola az, úristen, hát ezt nem lehet megcsinálni, és igaza van. Na akkor nálunk már karácsonyra Megköveteljük, hogy akkor talán évvégére valami tudni fog, de ez hülyeség. A gyerekek egy része eleve tud már írni, olvasni, egy másik ez nagyon messze van. Úgy nem? van, akik majd harmadik, negyedik, ötödik, hatodikra valamikor fognak, akkorra érik össze, ezért egy hosszú, elnyújtott, alapozó szakasz kéne természetesen, hogy ezek a dolgok bepótolhatóak legyenek. Csak futólag jegyzem meg, hogy Stephen Hawking, akit ma a világ legokosabb emberének tartanak, és a brit fizikus, ugye? Elemista kor korábban még nem ült kerekes székben, nem tudott megtanulni írni, olvasni az alsó tagozaton, de ugyanígy nem tudott ö, megtanulni Pablo Picasso, és még a matematikában is rossz volt, mi őt ö, értelmi fogyatékosnak mondanánk, nem csak zseni volt. Tehát ezt a differenciálást, ezt mi nem értjük, nem értjük azt, amit évtizedek óta tudunk, hogy nem egyféle intelligencia van. 9 féle, egyesek szerint 11 féle intelligencia van. Mi egyetlen egy intelligenciát használunk, az értelmi intelligenciát, és ennek is régebben mért klasszikusan, mért most kicsit bonyolultabb 10 faktorából lényegében kettőt osztályzunk. Egy, egy szóbeli memóriát és egy matematikai készséget. Na most azt is mondani szokták, hogy gyerekkorban a cselekvéses rész az erősebb, az értelmi intelligenciának van egy ilyen cselekvéses performációs része, és lassan fejlődik hozzá a szóbeli rész. Na most ez mind a kettő, amit emlegettem, a szóbeli részbe esik és az értelmiségiek gyerekei kisebb-nagyobb neurotizálódás árán hamar erősek lesznek a szóbeliségben. Honnan szedik a neurotizálódást? Hát a van, neurotiz... Otthon... mert nem szabad nekik, nem ez az egészséges gyermeki intelligencia struktúra, az az lenne erősebb a cselekvéses, hmm. és a szóbeliség lassan fejlődik, de őket felhúzzák a szóbeliségből, na most ettől, Től ők jobban szerepelnek a mi mai iskoláinkban, és szegény gyerekek, akik ebben nem jók, hátrányos helyzetűek, stb. lemaradnak akkor is, ha a többi nyolcban, és az értelmi intelligencián kívül a többi 8 vagy 10 intelligenciában sokkal jobbak, de ez bennük marad, és ez soha nem fog kijönni ha ilyen szerencsétlenül működik az iskola. Na, tehát, ha megkérdezik önt, földtéve, de meg nem engedve, hogy mégiscsak elment volna, vagy elmegy egyszerre de a köznevelési kerekasztalra, és ott megkérdezik önt, hogy ez a helyzet, elfogadjuk, amit de ön állít, mit csináljunk? Azt hiszem, bocsánat, hogy a köznevelési kerekasztalra én sem mennék el, ahogy nem menne. a résztvevők nem mentek el. Azért nem mennék el, mert ott olyan szervezetek ülnek, akik... Jó, e de az előbb azt mondta, hogy elmenne. Én azt mondtam, hogy elmennék Palkovics államtitkár úr hívására, de nem, a kere, nem erre a kerekasztalra. Akkor Palkovics államtitkár úr megkérdezi önt, hogy mi a teendő? Elfogadom, amit mondtál, mi csináljunk? Mi csináljunk? Természetesen most megmondom, hogy zavarba hozzam. Azt mondanám, hogy először Engem, is... Engem vagy őt? Mind a kettőnket? Mind kettőnket, Jó. Hogy először is most mint ezt Hámori Veronika, a fazekas nyugdíjba ment igazgatónője mondta egy hasonló kérdésre, egy évig semmit. Uh -huh. Tehát semmi gyors intézkedés, mert annyit rángatták és rángatják szegény magyar iskolát és szegény magyar pedagógusokat, hogy ebbe el kell pusztulni, meg kell őrülni, portfóliókat íratnak velük, ezért nem éreknek rá a gyerekekkel foglalkozni, stb. stb. Minden esetre tanfelügyeletet nem vezetnék be, az ellenőrzéseket mellőzném, Tudnám, hogy nem attól lesz jó vagy rossz egy iskola. A tanfelügyelő soha nem azt látja, ami folyik az iskolában, Általában rossz tanárnál jobb borát lát, jó tanárnál rosszabb borát lát. Ez törvényszerű, ezt régeség ez tudjuk. Amikor kiderült, hogy a finnek a legjobbak Európában, ugye mi azt mondtuk, hogy rossz a mérés, mert nekünk nagyon rossz eredmények lettek. Ki. A németek repülőre ültek, rohantak, ült, rohantak Helsinkibe, és első kérdéseik egyike volt, hogy dolgozik nálatok a tanfelügyelet, hogy ilyen jó eredményeket értek el? Válasz, nálunk nincs tanfelügyelet. Tehát ugye ez a Lenini mondás, hogy megbízni jó, ellenőrizni még jobb, ez a világ leggonosabb mondata, mint egy német kollégámtól hallottam egyszer. Így jó. nem lehet működni. Tanár úr, csinálnak 9. osztályt általános iskolába? Igen, természetesen csinálnék, jól működnek ezek a kilencedik osztályok, most már Lengyelországban is, mert a lengyelek sokkal többet átvettek, miután rájöttek, hogy ők rosszak. Ha jönnek is föl a lengyelek. Abszolút mindenben. jönnek. Rég lehagytak minket, mindenben egyébként, régen mögöttünk voltak. Ők is lehagytak, de hát a szlovákok is lehagytak, a csehek is lehagytak, már csak a románokkal és a bulgárokkal vagyunk egy szinten, mindenben egyébként. Jó, az csak zárójelben a... mondom, hogy a 2015-ös PISA felmérés eredményeit még nem ismerjük, azok az... majd nagyot fognak szólni. Jó, De, de nem is csak a pisa gondolok, hanem gazdaságra és egyebekre is. Szóval ö, nem, de mi is volt a kérdés, mert ezt közben elfelejtettem.